Anyám utolsó húsvétja. Az utolsó öntöző verset kórházi ágyánál mondtam el, mint mindig ott is egy forintot és piros tojást kaptam érte, s hogy tőle is hozzá mehessek, és mondhassam a verset újra, odébb az üres piac térnél vártam egy piros huszonkettest. A kifüstölt gesztenye fákon lombult varok, mint szent virágok, ki tudja már, hogy mi az évszak a változatlan évtizedben. Harsonázó angyalok a négy égtájra kiszegezve, ezüstös balda himbatárt gördül zajtalan föl a hegyre, a bereteszelt kiráton túl áttetsző aranyfistatáj. Ő haldokolt, én dudoráztam szabadva érezve magam, mert öntudatlan bánatunknak kezdete bódító öröm lombótvarok, mint virágok, és derékbat fűrészelt fák, évgyűrűig beabroncsozva a végtelen szögelési pontja, Hapszik, halódik a táj. Élete delén, hogy az mikor? Most délutáni alkonyat van. S hogy még időben elérjem, és mondhassam a verset újra, gördülünk hozzá föl a hegyre, feltámadásra szól a harang, bronz hangjában meghasott fény, málló visszhangja a csöndé, félek ajtaját kinyitni, várok, mint akit nem is várnak. Az időtlenség rianása, telefon, három óra hosszan nézem reszenetlen arcát, mintha egy kisfiút figyelne, s hallgatná örök köszöntőjét.